Valószínűleg kiszámolta valaki, remélem legalábbis, ezt mondta az MSP s Molnár Gyula az m arra a kérdésre, hogyan számolták ki azt az összeget, amelyet a szocialista képviselők utalnak jótékony célra a megemelt fizetésükből. A pénzt egy szolidaritási alapba gyűjtik, de Molnár Gyula szerint erre neki nincsen rálátása, így nem tudja azt sem, hogy mire költik az összeget. A híradón napok óta hiába kéri, hogy árulják el, hol van ez a pénz. Megmondom őszintén, nem tudom, de azért ezt, 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 valószínűleg kiszámolta valaki, remélem legalábbis. Reméli, hogy valaki kiszámolta, hogyan és mennyit utalnak az msp s képviselők a megemelt fizetésükből. Erről beszélt Molnár Gyula az M1 kérdésére. A szocialista politikus azt mondta, nincs rálátása ezekre az ügyekre, viszont minden hónapban elutalja a saját részét. Én nem vagyok benne a bizottságban, én csak a pénzt utalom a magam részét ez 130 ezer forint. Molnár Gyula szerint a frakción belül 3-4 ember foglalkozik az úgynevezett szolidaritási alappal. Kíváncsiak voltunk arra, hogy pontosan ki, mennyit utal és hogy milyen kimutatásaik vannak. Molnár Gyula ennél a kérdésnél, ahogy ő fogalmazott, nehéz helyzetbe került. Őszintén nehéz helyzetbe hoztát. abból a szempontból biztos van kimutatás, hogy, hogy az hogy az egyes személyek befizették-e, mert nekem szoktak szólni, hogyha valami a csúszásban vagyok. Tehát ez biztos, hogy van, az, hogy egyébként ezzel mi ez nyilvánvalóan kell lennie, mert szerintem ezt a ilyen típusú dolog nem történhet nálunk. Tehát, de kérjék ezt akkor hivatalosan ki szerintem. A Híradó napok óta kéri az MSZP-től, hogy árulják el, hol van a pénz. A párt úgynevezett szolidaritási alapjába a szocialisták úgy tudni 2018. augusztusa óta gyűjtenek pénzt. Ekkor emelték meg ugyanis az országgyűlési képviselők fizetését, az mszp sek pedig azt ígérték, hogy a többletjövedelemből jövedelemből származó összeget jótékonykodásra fordítják majd. A párt eddig mindössze annyit közölt, hogy tavaly nyár óta 33 millió forintot fordítottak az akcióra. Csak hogy a parlament honlapján elérhető adatok szerint az MSP frakció 15 képviselőjének összesen több mint 86 millió forintot kellett volna utalnia a párt szolidaritási alapjába. A pénzek pontos összegéről, útjáról és felhasználásáról ezért háromszor is megkérdeztük levélben az MSZP-t, a pártól azonban vasárnap mindössze egy furcsa tartalmú üzenet érkezett. Olyat ne csináljunk, ami nem tuti. Ezt írt a nyakó István. Fogalmas, nincs, hogy szokott sarkosan fogalmazni. Molnár Gyulától is segítséget kértünk, hogy próbálja értelmezni. Mire gondolhatott pártársa, amikor azt mondta, hogy ne csináljunk olyat, ami nem tuti. Van baj van, mert hogy ennyire kérdezgetik? A híradó továbbra is megpróbálja kideríteni, hogy hova került az MSZP-s politikusok megemelt fizetése.